nekem mindig az volt a nehéz, hogy azt éreztem, hogy a befektetett energia nincsen egyenes arányban azzal, ami aztán a tükörben visszaköszön. És nem értettem, hogy mi a baj, tehát hogy mi, mi, mi nem működik. Sportolok, futni járok, nem jó, valahogy nem az igazi. Ezen például nagyon-nagyon sokat változtatott a, a baleset. Elképesztően hálás vagyok a testemnek, hogy kibírta hogy megtartott, hogy egyben maradt, és hihetetlen tűrőképességről tett tanú bizonságot. egészen más, hogy állok azóta hozzá. Arra szerintem tudatosan kellene figyelnünk, hogy igenis keressük meg azokat a pici dolgokat, amikből a boldogság összetevődik. Mert a boldogság ez nem egy ilyen nagy dolognak látom, ami így egyszer csak elérjük, és akkor ott vagyunk benne, és úgy vagyunk, hanem az ilyen nagyon-nagyon sok pici-pici dologból tevődik össze, hogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy akkor én, én hálás vagyok azért az életért, amit élhetek, mert rengeteg jó dolog van benne. Spiritus Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk! A Spiritus mai adásában egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amiről szerintem méltánytalanul keveset lehet olvasni a neten. A videós tartalom is alig készült róla, pedig a boldog élet egyik nélkülözhetetlen velejárója. Ez a hála köszöntöm a hallgatóinkat, német Szilvia vagyok. Vendégem pedig ezúttal Rátonyi Kriszta, a közmédia junior prima műsorvezetője. Szia Kriszta! Örülök, hogy itt vagy. Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy gondoltatok rám. Sokan biztosan tudják azt, hogy 2021-ben neked volt egy komoly bicikli baleset. egy picit spoilerezem most a műsort, Ugye <laughs> ebből szerencsére felépültél, testileg, lelkileg, és hogy hogy kapcsolódik ez a történet benned a hálához, erről fogunk beszélgetni, de nem, nem most, hanem egy kicsit később, úgyhogy messzebbről indítanám a beszélgetést. Gyerekként is ilyen mindig mosolygós, jókedélyű, vidám kislány voltál? Azt mondják, hogy igen. Egyébként meg a családi kalendáriumban felelhető fotók is azt mutatják, hogy, hogy mindig is egy ilyen. Hát én azt a szót szoktam használni, hogy derűs személyiség voltam én nekem nem kellett sok ahhoz, hogy, hogy jól érezzem magam, és el legyek. Nagyon szerettem egyébként egyedül is lenni, tehát én egyedül is nagyon-nagyon jól eljátszottam, de egyébként szerencsés vagyok, mert rengeteg testvérem van, tehát hogy azért ritkán volt alkalom arra, vagy ritkán kellett rákényszerülni arra, hogy ténylegesen egyedül legyek, és én nagyon könnyen megtaláltam mindig is azt, hogy hogyan töltsem el úgy az időmet, hogy az nekem, az nekem lelkileg is, mentálisan is, fizikailag is kielégítő legyen, és éppen ezért én azt gondolom, hogy ha valakinek van egy ilyen típusú stabil bázisa, és ez biztos ilyen egy csomó mindenből, amit anyukám tanított, vagy amit a szüleimtől láttam, vagy amit a testvéreimtől láttam, vagy mondjuk abból, hogy egyébként én viszonylag korán elkezdtem a felnőttek világában mozogni. Éppen ezért én, én azt gondolom, hogy a feltöltődésnek egy kulcsa, hogy, hogy derűsen, olyan, olyan mosolygósan tudjunk hozzáállni az élethez, mert egyébként nem könnyű, tehát hogy viszonylag korán is kiderülhet, hogy nem könnyű, de hogyha egy picit ilyen pozitívan állunk hozzá, és ez most nem az a káros pozitivizmus, ami ugye szerintem nagyon sokszor egyébként felelhető manapság, hanem hogy tényleg egy picit úgy állni hozzá, hogy, hogy mindig van ok, mosolyogni, még hogyha ilyen iciri-piciri, akkor is. De akkor is ezt meg kell találni, vagy fel kell tudni ismerni. Említetted, hogy alapvetően derűs, boldog gyermekkorod volt, de azért... Neked is volt felhő, ami beárnyékolta, ugye a szüleid vállására gondolok, amiről többször nyilatkoztál, hogy azt azért nagyon nehezen élted meg. Hány éves voltál? Hat éves Hat. voltam. Igen, én ezt, hogy mondjam, sose csináltam belőle titkot. Tehát amikor először felmerült egyáltalán az, hogy én tőlem kérdeznek, egy interjúban, és, és arra én válaszolok, akkor én megbeszéltem a szüleimmel, hogy ők bánják-e, hogyha én erről beszélek. Én alapvetően, ha, ha így valaki már találkozott velem, akkor én nagyjából mindenről beszélek, tehát hogy engem nem kell kétszer mondani, nem nagyon voltak otthon sem szerencsére tabu témák, úgyhogy, úgyhogy én ezt nagyon sok szempontból az életem további alakulásában is nagyon-nagyon sokszor hasznosítottam. Úgyhogy én hat éves voltam, amikor, amikor elváltak a szüleim, én nekem egy nagyon-nagyon szeretetteljes, rettenetesen összetartó mozaik családom volt már akkor is, amikor ők még együtt voltak. Ugye édesapámnak az első házasságából is van testvérem, édesanyám első házasságából is van, van két testvérem. Mi úgy együtt is nagyon-nagyon szorosan együtt voltunk mindig, tehát ott azért az egy nagyon nagy törés volt mindannyiunk életében, hogy ez a rendszer nem folytatódik ilyen módon tovább, és hát ugye az életben sajnos nincsenek spoilerek, mint, mint a beszélgetésben például, vagy a filmekben, vagy egy sorozatnál, hogy tudjuk, hogy ez aztán hogy fog elsülni. Úgyhogy igen, ez nem volt könnyű, mert én mind a kettejükhöz nagyon-nagyon szorosan kötöttem, és, és édesapám ugye ezen a ponton vidékre költözött, úgyhogy a Balaton mellé, ami nyilván a távolság miatt is egy picit olyan ijesztővé tette, hogy akkor hogyan zajlik majd innentől a mi közös életünk. Most már ennyi év távolatából elmondhatom, hogy, hogy egyrészt persze nyilván voltak abból nehézségek, hogy, hogy ő távol volt, vagy távolabb volt, mint mondjuk, ha a fővárosban költözött volna egy másik lakásba. De ettől függetlenül egyrészt nagyon-nagyon sok ajándékot kaptunk még ehhez a családhoz, tehát hogy még csatlakoztak hozzá nagyon sokan, akik, akiket nagyon szeretünk, és nagyon nagyon szoros lett a kötődésünk, és és mondjuk ha hihetünk ebben, én kaptam a Balatonhoz még egy olyan kapcsolódást, amitől aztán pláne úgy érzem, hogy ez valahol nekem a második otthonom. És már most rögtön a beszélgetés elején egy csomó olyan dolgot felsoroltál, ami a hála kategóriája, <laughs> ugye? Hogy, ugye azért kérdeztem erre rá, mert uh, alapvetően egy nagyon pozitív, kisugárzású személyiség vagy, ami ugye hát nem csak a képernyőről, hanem egyébként, hogy egy élőben találkozik veled az ember, akkor ez, ez hogy még inkább átjön de hogy hajlamosak ilyenkor az emberek azt gondolni, hogy hát neki olyan könnyű, hát szép, tehetséges, fiatal, és akkor ugye, ha egy picit a, a dolgok mögé látunk, akkor azért nincs olyan élet, ahol ne lenne nehézség, és akkor a, neked így az elején is adatott már egy olyan csomag, amit nyilván utólag felnőttként már máshogy értékel az ember, és látja benne a, a pozitívumokat, de akkor ott hat, egy hat éves kisgyereknek ez azért nehéz lehetett. Nagyon fontos szerintem, amit mondasz, mert senkinek sem könnyű. Tehát, hogy én nagyon nem szeretem azokat az összehasonlításokat, amikor mondjuk azt mondják, hogy nem tudom, valakinek fáj a bokája, és ez megnehezíti a mindennapjait, mondjuk nem tud sportolni, pedig imád sportolni, és akkor erre valaki rálegyint, és azt mondja, hogy, hogy neked ez ne legyen a problémád, mert nem tudom, és akkor tudod, ilyenkor szoktak jönni olyan lózungok, amikkel aztán nem tudunk semmit sem kezdeni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy attól, hogy másnak rosszabb, mint nekem, Attól még nekem nem lesz jobb. És nem azt mondom, hogy minden apró problémát elefánt méretűre kell felnagyítani, csak azért, mert az enyém és én akkor abban ott dagonyázni szeretek, hanem azt mondom, hogy alapvetően egy pici nehézség is időről időre meg tudja úgy az életet akasztani, vagy egy kicsit göröngyösebbé tudja tenni az utat, hogy, hogy azzal igenis meg kell küzdeni. És amikor amikor mondjuk beszél, baráti beszélgetések vannak, nekem szerencsére olyan barátaim vannak, akikkel ilyen nagyon mély lelki beszélgetéseket szoktunk csinálni, akkor, akkor van, hogy önkéntelenül elhangzik, hogy jó, tudom, hogy ez olyan apróság, de de nekem fáj, de engem annyira zavar. És akkor, és akkor rájövök, vagy rájövünk. Általában egymást figyelmeztetve, hogy már azért is nagyon-nagyon hálás lehet az ember, hogyha, hogyha ezeket nyugodtan elmondhatja. Tehát, hogy nem kell eltakargatni, nem kell mindig bebújni a mögé, a mosolygós állarc mögé, amit a világ egy nagyon picit azért, hogy mondjam, egy picit elvár tőlünk, tehát ezt lássuk be, hanem hogy vannak olyan közegek, ahol nyugodtan lehet ezekről beszélni. Én azt szoktam mondani, Tényleg sokszor kapom ezt a visszajelzést, hogy én olyan, olyan mosolygos vagyok, általában jókedélyű, szeretnek velem dolgozni a kollégáim, a barátaim szerintem jól érzik magukat, úgy szoktak tűnni, mint akik jól érzik magukat, hogy, hogy úgy jó jó a közelemben lenni. De ez azért van, mert hogyha viszont ö, valami nehézség van, vagy valamilyen olyan helyzet, amiben mondjuk nem feltétlenül ez, a, ez az arcom jön elő, én akkor is, ugyanúgy őszintén reagálok azokra a helyzetekre, tehát a fájdalmat is megmutatom. Én, én, ha nekem valami úgy annyira fáj, akkor én sírni is szoktam. A hangomat is fel tudom emelni, hogyha arról van szó, ha igazságtalanságot érzékelek, akkor főleg. És hogy így innentől kezdve tudják, hogy ez az érzelem is igaz, és a másik oldala is igaz. Tehát, hogyha engem még mosolyogni látnak, akkor én nekem tényleg jó kedvem van, és tényleg boldog vagyok valószínűleg. Ahol még nagyon boldog lehettél gyerekkorodban, az az operaház. Igen. És ugorjunk, akkor picit vissza. Ki volt az, hát hogy mondjam, az a nagyon, nagyon ügy, ügyes, és nagyon, nagyon jó ráérző képessége rendelkező ember, aki téged oda terelgetett? Kérlek szépen, ez úgy történt, töb, többeknek a nevét fel kell sorolni. Érdekes, hogy a történetnek egy részét én csak most tudtam meg, nem nemrégiben készült egyébként egy interjú, pont az operaház, operaházi múlttal kapcsolatosan, és annak kapcsán vettem fel a kapcsolatot régi ismerősökkel, és ott még kiderültek részletek. Én amikor felvételiztem általános iskolámba, én énekzenetagozatra jelentkeztem, és ott szóltak, hogy egyébként gyerekszereplőket keresnek az operába, és hogy olyan ügyes ez a kislány, meg olyan szép, anyukának mondták, vigyel, jó lesz, jó lesz az ott neki. Én egyébként egy, és ez most furcsa, mert talán a mai napig nem gondolják rólam, de nagyon sok része még most is megvan. Én egy nagyon gátlásos és nagyon zárkózott kislány voltam. És nagyon sok szempontból most is zárkózott és gátlásos vagyok nagyon sok helyzetben. Akik jobban ismernek, azok ezen rettenetesen jól szoktak szórakozni, hogy hogy beülök egy tévéműsorba, és tényleg teljes magabiztossággal bármit megcsinálok, és ehhez képest mondjuk, hogyha zavarba jövök például egy étteremben, akkor akkor teljesen más ételt rendelek, mint amire eredetileg igen, gondoltam. Igen, ez ismerős. Ezt, tehát, hogy ezt, szerintem ez, ez a legszebb kettősség egy ember életében. És aztán, amikor mentem én erre a meghallgatásra, akkor alapvetően a rendezőnek nem, nem jött át, ahogy ezt ugye mostanában szokták mondani, a, az én akkori bemutatkozásom. És Mertzá Marika, aki a játékmestere volt ennek a darabnak, a Bolygó Hollandi című Wagner operának, ő azt mondta, hogy ő látott valamit, és meggyőzte a rendezőt, hogy, hogy szerint ezt a kislányt érdemes egy picit gyúrni, hogy, hogy szedjük ki, ami ott van valahol, még csiszolatlanul ebben a történetben, és hát aztán olyannyira jól sikerült ez a történet, hogy hogy most itt ülünk és beszélgetünk róla. Igen, és, ahogy, és közben engem ráz a hideg, de egyébként Igen. komolyan, mert hogy ennyi múlik egy életút, nem? Abszolút, Hogy, hogy, hogy van-e olyan ember a környezetedben, aki meglát benned valamit? Igen, és szerintem én nagyon-nagyon szerencsés voltam abból a szempontból, hogy ott is nagyon jó kezekbe kerültem, nagyon vigyáztak. A, a lelkünkre, nagyon vigyáztak arra, hogy mi ne túl gyorsan ismerkedjünk meg a, a színháznak, a, a valódi felnőtt világával, amiben ugye nem tudom, rengeteget kell dolgozni, rengeteget kell küzdeni, sokszor tele van intrikával, kritikával, nehézségekkel, hanem egy picit próbálták óvni ott a kis lelkünket. És aztán amikor a televíziózás bejött a képbe, akkor, akkor Takács Vera személyében szintén kaptam egy olyan mestert, aki, aki mondjuk ő nulla nullán elközölte anyukámmal, ez aztán kiderült, hogy anyukámnak már szólt, hogy ebből a gyerekből nem lesz színésznő, tehát hogy ezt hagyjuk is, nagyon jó pofa, hogy csinálja, meg ügyes is, meg minden, de hogy ő tévézni fog. Tehát, hogy ő, aki felnevelt X generációt a kölyök idő által, és a mai műsorvezetőknek egy komoly hányada köszönheti az ő szemének azt, hogy, hogy mikrofon és kamera előtt van. Ő rögtön mondta, hogy biztos, hogy a, a tévézés lesz majd a valódi út. Uh -huh. És hogy kerültél -e egyébként oda? a Teljesen véletlen volt, egy délelőtti magazin műsorhoz kerestek olyan gyerekeket, akik szívesen vezetnének műsort. És, és akkor jó páram, már, akik mondjuk akár a, a kölyökidő kapcsán jól bejáratott műsorvezetők voltak, és akkor itt sorolhatnék neveket, Gaskó Balázs, ö, meg, meg még nagyon-nagyon sokan mások, Géva Júli, stb. stb. Ők, ők már ott voltak, és melléjük kerestek még olyan gyerekeket, akik aztán később, mint utánpótlás kinevelhetőek. És emlékszem, hogy nekünk ott a színházban szóltak, hogy hogy lesz egy ilyen meghallgatás, és mond anyukám kérdezte, hogy van kedved elmenni? Mondom, persze, menjünk el. És én elmentem a meghallgatásra, ahol valami dalt énekeltem. Tehát ráadásul nem prózát mondtam, nem adtam elő valami jelenetet, semmi. Én ott elénekeltem egy dalt, gondoltam magamban, hát én mostanában ilyeneket csinálok, biztos jó lesz. És, és valamit valamit ott is a Vera meglátott, és azt mondta, hogy jó, akkor ebbe érdemes időt és energiát ölni. Nagyon-nagyon sokat tanítottak minket, rengeteget foglalkoztak velünk, és, 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 én azt hiszem, hogy, hogy ezek voltak azok a pontok, amik Isten igazából eldöntötték, hogy, hogy ez egy jól megalapozott életút lehet, és, sokszor szoktam mondani, hogy nekem egy picit fordítva történt. Tehát én előbb tudtam, hogy mit fogok csinálni, mint hogy akár gimnáziumot kellett volna választanom, vagy aztán egyetemet kellett volna választanom. Tehát nekem egy picit ilyen, ilyen pepitába zajlott az élet, de, de nagyon izgalmas, izgalmas volt így utólag visszanézni, hogy hol voltak azok a fordulópontok, ahol egyébként nagyon máshogy alakulhatott volna. És azóta ilyen kilenc 10 éves lettél körülbelül, amikor a tévézés bejött az hát, életedbe, és azóta szinte... Szinte megállás, megállás, megállás nélkül. Jelen hát uh -huh. a konkrét, komoly műsorvezetői munka, egyébként 9 éves voltam, amikor először forgattam, de a konkrét műsorvezetői munka akkor 13. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nem titkolván az életkoromat, a 21. évet tapossuk mm -hmm. ebben a történetben. Jó, hát még olyan fiatal volt, hogy abszolút el, erről <laughs> lehet. Igen, így beszélni. Így beszélni. Egy-két év kihagyás volt, amikor ott az érettségi környékén ott, ott éppen nem volt tévéműsor. Egyébként is a tanulmányaimmal foglalkoztam, és akkor az egyetem első évében még nem dolgoztam a televízióban, vagy éppen nem dolgoztam a televízióban, és aztán, amikor a második évet elkezdtem, akkor csörgött a telefonom, hogy akkor itt lenne egy tévéműsor, és hogy uh -huh. egy meghallgatásra el kéne jönni, és hát onnantól viszont szünet, szünet nélkül azóta is kamera előtt. És nem gondolkodtál soha másban egyébként? A, a színház nagyon vonzott, a mai napig nagyon vonz olyan szempontból, hogy imádom a varázsát, imádom a, a, az illatát, imádom azt a, azt a csodát, amit létre tudnak hozni színészek a hangjukkal, a testtartásukkal, a fejmozdulatokkal, bá, tél, tényleg, vagy csak a jelenlétükkel, és nekem a legnagyobb feloldozás szerintem az volt az életemben, amikor én rájöttem, hogy hogy én ezt igazán nem, nem, nem is tudom, és nem is akarom csinálni. Szerintem, ha az ember figyel, és én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy, hogy anyukám nagyon sokat beszélgetett velem kiskoromban is már, nagyon sokszor nagyon felnőttes témákról, és mindig azt mondta, mert volt olyan darab, amiben nem éreztem jól magam. És akkor mondta, hogy ha nem érzed jól magad, miért nem érzed jól magad? Megbeszéltük, miért nem érzem jól magam? És mondta, hogy jó, ha nem szeretnéd, nem kell csinálnod. Ha nem érzed úgy, hogy ez neked ott az a helyed, akkor nem kell csinálni. És, és én a színpadon ér jól éreztem magam, de soha nem éreztem azt, mint amit amikor kigyullad a piros lámpa, és elkezdtek egy adást, ö egy beszélgetést, egy forgatást, egy bármilyen műsort csinálni, mert ott egyszerűen meg megérkezett az az adrenalin, az a, az a helyemen vagyok érzés, amitől rájöttem, hogy biztos egy közepesen jó színésznő lehetett volna belőlem, de az, amit én magam... Szerintem, és a visszajelzések alapján egyébként nem, nem csinálom annyira rosszul, a televízióban tudok nyújtani, az számomra is sokkal jobb, és valószínűleg egyébként a külső szemek számára is sokkal-sokkal kielégítőbb. Ugye említetted, hogy szorongó kislány voltál, -e? tehát nagyon sok év kellett, és nagyon sok feladat, ilyen határátlépés, uh -huh. mire eljutottál oda, okay. ahol most vagy. És a mai napig izgulok. Tehát uh, hiába ez a sok-sok év, amit beleraktunk a mai napig. Te nyilván magaddal sok szituációban olyan kritikus lehetsz, és egyébként nem is baj az, hogyha az ember tud egy kicsit önkritikus lenni. Hogy fogadod egyébként a, a környezet kritikáját? Ha... Tudsz hálás lenni? érte? Mm, nehéz. Most már szerintem nagyon-nagyon sokat javultam. Én az a fajta voltam, aki, aki ha kapott tíz pozitív visszajelzést, és aztán kapott egy negatívat... Szerintem sokan vagyunk ezzel így. A, én a negatívon rettenetesen sokáig tudtam magam őrölni. Nem, nem háborodtam fel rajta, mert persze nyugodtan, csak hogy, hogy olyan nagyon-nagyon olyan mélyre ment mindegyik, hogy fú, akkor én nem is csinálom jól, ha ha ez nem tetszik, és hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan, hogyan barátkozhatnék meg azzal, hogy, hogy akkor ott van, nem tudom, Kovács Béla, aki elégedetlen az én munkámmal. És... És azért azt sem szabad elfelejteni, hogy azért a nagyon sokszor ezek a negatív kritikák ám nem olyan köntösben érkeznek, amit könnyen tud emészteni az embernek a gyomra. Úgyhogy én egy idő után elkezdtem ezen nagyon tudatosan dolgozni, hogy, hogy ezeket nem szabad olyan, olyan mélyre engedni. A személyeskedést most már minden, minden szinten mondhatom azt, hogy elítélem, tehát hogy én a saját közösségi oldalamon, hogyha olyan típusú bántó ö, komment érkezik például, ami, ami nem arról szól, hogy te rossz műsorvezető vagy, vagy unalmas voltál, vagy nem tudom, hanem, hanem csak pusztán mondjuk azt, hogy csúnya vagy, vagy nem tudom, tehát hogy... hogy uh -huh. ö... Szóval te is kapsz ilyen kritikát. Mert persze, hogy beszéltük a, persze, a persze, műsor persze, elején, persze. hogy alapvetően nagyon sokan szeretnek, és hogy nem vagy egy megosztó személyiség, tehát inkább, ugye inkább pozitív az emberek, Istennek, de hogy igen. akkor nincs olyan ember egyébként, Nincs. aki mindenkinek tetszene. Nem, nem, megúszható, és nem is baj. Mert azt mondom, hogy aki viszont mindenkinek tetszik, az valójában senkinek sem tetszik. És ahogy elkezdtem egy picit idősödni, vagy hát ezt most úgy idézőjelben mondom, de tényleg, tehát ahogy teltek az évek, egyre könnyebb lett ezzel mit kezdeni. Most már sokkal könnyebb szívvel olvasom ezeket el. Van, van olyan, hogy, hogy tényleg megfontolandó, amit mondanak, és, és, és tényleg megpróbálom beépíteni, odafigyelek rá a következő műsornál, vagy, vagy, vagy egy picit úgy elgondolkozom rajta, hogy vajon, vajon mondjuk ez valakit miért zavarhat. Azt a vágyat már nagyon régen elengedtem, hogy mindenkinek megfeleljünk, tehát hogy olyan nincs, olyan nem is lesz. Én vagyok valamilyen, próbálom a lehető legőszintébben magamat adni, mert akkor sosem lók ki a lóláb ugye szerintem azzal szokott a legnagyobb baj lenni, vagy ott, ott történnek igazán megosztó dolgok, amikor, amikor, valaki nem önazonos. Persze lehet az önazonosságtól is iszonyatosan megosztó valaki, de hogyha alapvetően nem vagy az a fajta, akkor maximum akkor tudsz kiváltani nagyon ellentétes érzelmeket, hogyha, hogyha lebuksz, hogy te nem olyan vagy. És, és én ehhez és ezt most értsd a legjobb értelemben, én ehhez rettenetesen lusta vagyok. Tehát <laughs> ahhoz, hogy én eljátszam, hogy én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, vagy amolyan vagyok, hát nekem, hát nekem arra sem időm, sem energiám, sem, sem kedvem nincsen hozzá. Úgyhogy, úgyhogy szerintem, ha valaki vállalja azt, hogy ő a nyilvánosság előtt fog szerepelni, akkor sajnos ez egy olyan kereszt, amit magára kell venni, de a határait ettől függetlenül meghúzhatja. És én mindig el szoktam mondani, hogy én azokat is simán kiteszem a saját oldalamról, akik egymást bántják, tehát hogy ott a kommentek között sincsen helyennek, akik Engem olyan stílusban, amit másoknál sem tűrnék el, azok is, mert ez az én kis biztonságos zónám, itt mindenki kulturáltan nyugodtan elmondhatja a véleményét. És ez nem jelenti azt, hogy csak azok maradnak ott, akik engem nagyon szeretnek, hanem azok, akik úgy tudnak kommunikálni, ami emberileg belefér. Egyébként egy katolikus paptól hallottam azt talán a mezőmisinek a műsorában. Uh -huh. Egyébként, hogy. Ezek a negatív, mérgező emberek az életünkben valójában a jó Isten ajándékai. Igen, hát, hogy nehéz őket az így értelmezni első körben. Így van, én is barátkozom ezzel a gondolattal, de egyébként abszolút egyet lehet vele érteni, mert hogy minden egyes ilyen zátonyra futott emberi kapcsolat is akár annyi mindent tanít tényleg, hogyha az ember veszi a fáradtságot, meg az időt arra, hogy ezt így jól átgondolja, és, és ugye helyére tegye, hogy na... Mit is kaptam én ettől az egésztől? Miért, miért jött ez az én életembe? régiben volt egy, egy hasonló helyzet az életemben. Nagyon csalódott voltam, nagyon fájt, hogy, hogy, hogy egy elég, elég csúnya konfliktus nem vetett véget a, 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 az emberi kapcsolatnak, de alapjaiban rengette meg. Beszélgettünk róla a kedvesemmel, hogy miért zavar ez engem ennyire, vagy miért fáj nekem ez ennyire. Nagyon foglalkoztatott a dolog ezeket az érzelmeket engedni kell, hogy, hogy dolgozhassunk rajta, és minél többet dolgozunk rajta, annál jobban fogjuk ismerni saját magunkat, ami viszont szerintem a legnagyobb ajándék. Igen. Ez az önmagaddal való hát foglalkozás, ahogy mondod, ez hát nagyon mélyen az életed részévé vált, akkor, amikor ugye a COVID Oh, beköszöntött, igen. És ugye annyira régen volt már, de egyszerűen velünk marad ez a téma, tehát, uh -huh. hogy szerintem nem sok beszélgetés van, ahol le utalnánk egy picit legalább vissza arra az időszakra, mert hogy a hála szempontjából is nagyon sok minden uh -huh. történt akkor, veled is, noha. Egyedül voltál a karanténban, hogyha jól tudom, akkor éppen. Teljesen. <laughs> Van mégis bármi, amire most utólag így visszatekintve azt mondanád, hogy na ezért hálás voltam a pandémiának? Isten, ez egy olyan hosszú lista lesz, hogy remélem nem fogyasztom el a teljes időt, ami a beszélgetésre, amit a beszélgetésre szántunk. Hát nekem, ami, amiért a, a legesleg voltam, az, az az, egyik, hogy én rájöttem, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon kevés időt töltök úgy saját magammal, amiben igazán vissza tudom tölteni a raktáraimat. Nekem a COVID előtt egy nagyon-nagyon-nagyon kimerítő időszak volt az életemben. Rengeteg műsorom futott egyszerre. Magánéletileg is egy elég válságos időszakban voltam. Ezerféle dolog volt. Nem sokkal előtte diplomáztam, tehát hogy, hogy igazán kimerülten érkeztem ebbe a történetbe. És hihetetlen felismerés volt, hogy, hogyha hagyok csöndben időt magamnak, akkor egészen más lesz a mentális egészségem, a lelki állapotom. Meg tudtam küzdeni azzal, hogy én picinek, ahogy említettem, ugye egy szorongó gyerek voltam. Én például féltem a sötétben. Féltem egyedül. Tehát egy csomó minden volt, ami nekem így nehézséget okozott. Nyilván aztán az ember éli a felnőtt életét, tehát hogy túl lesz ezeken, de azért, amikor egyedül van egy hétig, aztán két hétig, aztán három hétig, aztán négy hétig, és akkor beköszönt a második hónap, vagy aztán már a harmadik hónap, amikor még mindig egyedül van otthon, akkor azért egészen más súlyt kapnak ezek a, ezek az egyedüllétek. És rájöttem, hogy énnek, én, én ezt nem bánom. És ez volt az egyik, ami, ami, ami nekem egy hatalmas felismerés volt. Ami nagyon nagy felismerés volt, az az, az hogy hogy mennyire szorosan tartó védőháló a család, hiszen mi ott egy kupacon élünk ráadásul, ak akkor mindannyian a Tóbudán laktunk, tehát hogy akkor már ugye édesapám is visszaköltözött a fővárosba, tehát hogy, hogy vagy hát a főváros mellé, de ott ott a közelben. Tehát, hogy az, hogy átszaladok anyuhoz, átszaladok apuhoz, minden vasárnap otthon eszünk, stb. stb. Ez egy teljesen megszokott és természetes és magától értetődő dolog. Beütött a Bocsánat, egy zárója nyitnék, igen. hogy egyébként ezért mikor voltál először hálás? Mert ugye ez akkora kincs, tehát a családnak ez a... Hát ez az adottság, hogy neked ez, ez megadatott. Hiába a mozaik család, mozaik de, család, hogy, de hogy, összetartó. Nagyon. Én azokban a pillanatokban tudtam ezért először hálás lenni. Emlékszem, hogy 20, 20 éves korom eleje, egy nagyon szép, hosszú gimnáziumi szerelemnek a végén jártunk, a felnőtt élet elsodort minket egymástól, és, és, amikor megtörtént a szakítás, az egy nagyon nagy, nagyon nagy válság volt az én életemben, vagy hát egy ilyen nagyon nagy talajvesztés volt az én életemben. És emlékszem, hogy otthon voltunk így a családdal, és, és, és ez egy óriási támasztékot adott, hogy, hogy ott lehet velük, tehát hogy, hogy meghallgattak, hogy haza lehet menni, emlékszem, volt egy ilyen jelenet, és ez, ez azóta is nagyon sokszor már megtörtént, meg nagyon sokféle helyzetben, csak ez ott úgy nagyon beégett, hogy egy ilyen vasárnapi ebédnél ö, otthon voltam, és nem volt kedvem hazamenni, és leültem a kanapéra, anyukám leült mellém, és, és elkezdtünk nézni valamilyen filmet. És egy adott ponton én így átfordultam, és, és ahogy ott fel, felraktam a lábamat a kanapéra, ő így az ölébe vette a lábamat, és ott elkezdte így nyomkodni, meg simogatni így a, a, a talpamat. És emlékszem, hogy az a, a, a felnőtt énemnek ö, abszolút a, a teljes levetkőzése volt, mert ott, ott feküdtem ugyanúgy, mint ahogy kislánykoromban, és hogy, tudtam, hogyha nekem fáj valami, vagy rossz, vagy el vagyok anyátlanodva, akkor valójában nem vagyok el anyátlanodva, mert itt vagyok, és nem tudom, bármikor fordulhatok anyukámhoz, apukámhoz, a testvéreimhez, tényleg bárkihez a családból. És ez azóta nagyon sokszor, nagyon sokféle helyzetben bebizonyosodott, de én, én, én ezt azért nagyon, nagyon, korán szerintem tudatosítottam magamban, mert mi tényleg nagyon-nagyon szorosan tudunk együttműködni. És nagyon... akkor a Covid. És azt a Covid, ke igen. hát Ketté vágta úgy, a vasárnapi ebédeket, de gondolom, hogy azért nyilván online tartott az ember a kapcsolatot a barátaival, a családtagokkal, persze. de ezért az nem volt ugyanaz. Nekem van egy baráti társaságom, javarészt kollégák vagyunk, és úgy szerintem a felnőtt korban kötetett barátságok azok nagyon nagyon érdekesek és nagyon értékesek, hogyha azok sok-sok évig megmaradnak. Mi már jó sok éve barátok vagyunk, sokan vagyunk egyébként ebben a társaságban, és mi minden nap videotelefonáltunk egymással, úgy, hogy reggel együtt kávéztunk, Mindenki, akinek volt rá ideje, vagy nem volt valami olyan dolga, ahova nem tudott telefont vinni, az bekapcsolta a kamerát, mindenki megfőzte a kis kávéját. Lehet, hogy csak három szót mormoltunk egymásnak, de egy picit jelen voltak. És nagyon sokszor esténként pedig együtt vacsoráztunk, sőt volt, hogy társasjátékokat játékokat játszottunk, volt, hogy, hogy éjszakában nyúlóan beszélgettünk. Emlékszem, nekem volt egy olyan eset, amikor amikor a többiek beszélgettek, én pedig elaludtam. <laughs> és hogy lett volna egyébként erre lehetőség, ha nincs a, a COVID, Covid időszak, ennyi időt együtt tölteni, együtt vacsorázni, egy... együtt reggelizni? Pontosan meg tudni azt, hogy hogy ez a magány az azért mégsem egy olyan magány, amiben senki nem hallgatja meg a gondolatainkat, hanem egy olyan, amiben mi jelen lehetünk és, és együtt lehetünk akárhogyha csak online formában is. Úgyhogy nekem, nekem nagyon sokat adott, és én azóta sokkal jobban figyelek arra, hogy, hogy mennyi időt töltök mondjuk a természetben, mennyi időt töltök egyedül, mennyi időt töltök azzal, hogy valóban csönd legyen körülöttem. Azért emlékszik szerintem mindenki, és azért jön fel minden beszélgetésetekben, mert nagyon-nagyon mert transformatív volt mindenki számára, hogy igazából az a világ, amit mi ismerünk, és most már egy picit, valahogy vissza is kaptunk, tehát hogy azért nagyon nagy változások most már ugye nem maradtak meg, de hát alapjaiban rengett meg minden, amit ismerünk, és mi nem hittük, hogy ez megtörténhet, de hát azért azért, azért ott, ez az mindenkinek egy komoly lecke volt. És csinál. hát igen, megtanultuk azt, hogy bármikor, bármilyen hasonló dolog történt az emberre, ugye, hogy abszolút kiszámíthatatlan. Igen a jövő és a sors, és előbb azt mondtad, hogy soha nem merült föl benned, úgy igazán komolyan az, hogy mással foglalkozzál a tévézésen kívül, de a pandémia alatt nekem ilyen spanyolországi jogaoktatói hát tervek szövögetése azért úgy rémlik, hogy valahol olvastam Igen. erről. Igen, egyébként az oktatói képesítésemet megszereztem, tehát hogy a, a, fele, a fele már kész van a történetnek, azzal sosem számoltam, hogy én szerintem nem lennék képes másik országban élni, Hosszú távon biztosan nem. Lehet, hogy egy fél évre kipróbálnám, egy évre izgalmas kaland lenne, de szerintem én a legtávolabbi pont, ahova mennék, az a Balaton. Tehát, hogy ha valahova én mondjuk innen elköltözöm, az valószínűleg a Balaton lesz, és én annál távolabb, köszönöm, szépen nem mennék. Ebből a szempontból is egy nagyon hálás időszakon vagy túl, hiszen múlt héten ért véget, ugye Így van. a nyár 24 Igen, egészen időszaka. pontosan szombaton. Fejeztük be. Tíz, hetet tíz hetet forgattatok? Tíz vagy? hetet tartott. Uh -huh. Hát az előkészületekkel együtt van az 11-12 is. De te mióta töltöd a nyaraidat Réfülöpön? 2013 volt az első nyaram Réfülöpön. 21-2 éves voltam, 22 éves voltam. Gyakorlatilag tényleg még, ahogy szokták mondani, a tojáshely is rajtam volt, elképesztő műsorvezető Gárdába válogattak be, tehát hogy tényleg olyan nevek mellé Borbás Marcsi ott volt, Novodomszkijéva, Gundel Takács Gábor, tehát hogy Szujó Zoltán, tehát hogy én nem is értettem első, Jakub Csehgabi, Csiszár Jánő, tehát hogy én nem is értettem első körben, hogy ez, ez, én nagyon vágytam erre, tehát hogy nem arról van szó, de hogy ez velem tényleg megtörtént. És, és lement az első év, és onnantól kezdve minden az első pár évben nagyon sokan voltunk műsorvezetők, mindenki kapott egy-két hetet. Imádtuk ezt az időszakot, nagyon-nagyon szerettük csinálni, és azt hiszem valahol ott az ötödik év környékén volt egy váltás, és akkor azt mondták, hogy akkor ők inkább úgy szeretnék, hogy állandó műsorvezetőkre alapozzák ezt a műsort, és hogy akkor két páros csinálja, és heti váltásban őket láthatjuk a képernyőn. És ha bármire egyszer majd rákérdeznek, x év múlva, hogy mire vagyok a legbüszkébb a karrierem során, akkor az az, hogy, hogy én most már lassan, mint a legrégebbi bútordarab vagyok jelen ebben a történetben, minden, minden, olyan átalakulást, vagy változást, azt gyakorlatilag úgy éltem át, hogy, hogy engem megtartottak, és engem szerettek volna a műsorvezetői székben látni ami szerintem mind a kollégák részéről, mind a közönség részéről egy olyan dolog, amiért én rettenetesen hálás vagyok. És pont ezen gondolkoztam a múlt héten, amikor jöttem el. Ilyenkor ugye mi együtt is lakunk egy ilyen tábor ö, szerűt kell elképzelni, ahol, ahol az egész tábbal ö, ott kialakítjuk a kis közös életterünket, és azért azt összepakolni mindig egy picit szívszorító. És amikor jöttem el, akkor azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy hogy én az összes felnőtt kori nyaramat szinte ezen a helyen töltöttem, és, és hogy, hogy minden évben, amikor visszamegyek, akkor egy picit, picit más vagyok már én is, de ez a fajta állandóság, ez valahol olyan nagyon-nagyon kedves a szívemnek, és és én remélem, hogy még, még sokszor lesz rá lehetőségünk, hogy így együtt töltsük majd a nyarakat ott ami tényleg teljes mértékben az otthon érzését váltja ki belőlem. És akkor most beszélgessünk arról, amit ugye a műsor legelején már előrevetítettem. Ami szintén egy picit Réfülöphez kapcsolódik egyébként. É, igen, volt egy ilyen sejtésem, azért is ugrott most be, hogy hát jó régóta beszélgetünk <laughs> már, és még nagyon sokáig tudni. De ugye amit alapvetően <laughs> ígértem, és amiért alapvetően <laughs> egyébként rád gondoltam, hogy veled beszélgessünk a hála témaköréről, az a baleseted. eseted. Igen. Ami ugye 2021-ben történt. Éppen kiszabadultunk, és... Nyár, és... nyár volt. Június 23-a az én második születésnapom, <laughs> úgy szoktam mondani. Akkor nem voltak olyan szigorú megkötések. Tehát szabadon lehetett biciklizni például. Szabadon lehetett biciklizni, akkor is egy ilyen, és ezt azért hozom vissza, mert azért tényleg az ember próbál, próbál tanulni a saját hibáiból. Ugye kiszabadultunk a Covid után. Hirtelen ránk szakadt rengeteg munka. Nagyon sok olyan dolog, ami elmaradt a szigorú megkötések miatt, azt ugye betolták a nyári időszakra, közben ott a műsort is készítettük Révfülöpön, közben egyébként még forgatások is voltak, Szóval, hogy na mindegy, nagyon sok minden volt, és nem fordítottam rá elég figyelmet, hogy egyébként pihenjek, és egy teljesen szimpla, olyan típusú baleset volt ez, amire azt szokták mondani, hogy hogy hát a véletlen. Nem volt senkinek mulasztása, nem, nem voltam én figyelmetlen, nem volt semmi olyasmi, nem egyszerűséggel nem látszott az, a, az az árok, vagy az a, az a göröngy, ami ugye Gyakorlatilag aztán megdobta a biciklimet, és én ugye elestem. Szerencsétlenül, nagyon szerencsétlenül, de közben nagyon szerencsésen érkeztem. Nem volt semmi más szerintem ebben a történetben, mint egy óriási, hatalmas felkiáltójel, és egy hatalmas uh, üzenet, uh, egyesek szerint pofon, szerintem egy uh, megtartó kéz, aki azt mondta, hogy na eddig csináltad valahogy a dolgokat, ébresztő, ez így nem lesz jó. Úgyhogy az, 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 ott egy, az ott egy nehéz uh, nehéz pillanat volt. És uh, gondolom a földre kerültél, ott feküdtél, és akkor egyébként kitől tudtál segítséget kérni ott? Nem voltam egyedül, hála a Jóistennek, és aki, aki velem volt, ő azonnal uh, jól reagált a helyzetre, látta, hogy, uh, hogy nagyon csúnyán estem, nagyon szerencsétlenül estem, és, uh, és amikor uh, ő odaért hozzám, akkor ő mondta is, hogy ne is mozduljak meg, és azonnal mentőt hívott, és én éreztem, tehát, hogy nyilván az ember először csak azt érzi, hogy nagyon fáj, aztán egy kicsit specifikusabban érzi, hogy hol fáj, tehát, hogy ott akkor sejtettük már, hogy egyébként ez egy, ez gerinc sérülés lesz. Úgyhogy a mentőknek azt is mondtuk, hogy, hogy, hogy nem is fognak engem ott megmozdítani, majd, hogyha ők megérkeznek. És aztán, amikor engem a Veszprémi kórházba vittek a mentők első körben, és ott a, a röngen után azonnal kiderült, hogy, hogy a 12-es csigolyám az eltört, és a két oldala is megsérült, de hogy alapvetően nem mozdult el. Ezt mondták, hogy ez egy nagyon jó hír. Hát ezt ott hajnal négykor körülbelül, amikor ez így a diagnózis megszületett, én nem úgy éltem meg, hogy ez egy annyira jó hír, meg hát nagyon... Tehát azt úgy hallani, hogy az embernek azt mondják, hogy eltört a gerince, az, az egy olyan nagyon-nagyon ijesztő dolog, és azt gondoljuk, hogy az, az csak akkor történhet meg, hogyha valami nagyon-nagyon hatalmas dolog történik, miközben, mint a ábra mutatja, én a strandról bicikliztem hazafelé. Tehát, hogy egy sima, egyszerű, se, semmi különös helyzetben megtörténik. Nagyon nehéz volt az a két nap, amíg eldölt, hogy mi lesz az én további sorsom. Ugye itt két irányban műhetett volna a történet, az egyik orvosilag az volt a kevésbé valószínű, hogy, hogy, kapok egy ilyen fűzőszerű valamit, néhány hétig, hónapig feküdni kell, összefornak ott, aminek össze kell fornia, és aztán utána egy gyógytorna, és akkor egy hosszabb rehabilitáció. És mondták, hogy van a veszélyesebb de gyorsabb és hatékonyabb megoldás, hogy felszállítanak a János kórházba az idegsebészetre, és akkor egy, egy gerincműtéttel helyre teszik a dolgokat, és csavarokat és pántokat fognak beépíteni a hátamba, hogy, hogy ne lehessen ezzel probléma. Kitől kértél tanácsot, hogy hogyan, <laughs> hogyan döntsél? Vagy egyáltalán te, te neked kellett meghozni a döntést ezzel kapcsolatban, hogy most akkor A vagy B verzió? Mert ez azért egy műtétnek igen. a még a gondolata is rémisztő, ezt, hogy, hogy ki az, aki ezt hozzáértően meg fogja csinálni, és mi a garancia arra, hogy tényleg jó kezekbe kerül az ember? Laikusként nekem ez lenne az első gondolatom nyilván. Én annyira ösztönösen reagáltam, amikor felvetették ezt a két lehetőséget, és mondták, hogy az egyik az az, hogy hónapokig kell feküdni. Nyilván, ha azt mondták volna, hogy csak ez van, akkor rendben. De amikor mondták, hogy van egy olyan verzió, ami valószínűleg uh, egy fájdalmasabb, mert egy hatalmas műtét, stb. stb., de gyorsabban talpra fogok állni, hamarabb elkezdhetem a rehabilitációt, és hamarabb visszamehetek dolgozni. <haz> és most nagyon sokan a fejükhöz fognak kapni otthon, és azt fogják mondani, hogy hát bolond ez a nő. Hát most mondta el, hogy hát pihenni kellett volna, meg nem annyit vállalni. Nekem nagyon sokat segített mentálisan, hogy volt egy kitűzött határidőm, hogy nekem addigra jobban kell lennem. Ki, ki tűzte ezt a határidőt? Én. A főnököm azt mondta, hogy nem teljesen vagyok normális, de mondtam neki, hogy azt az egyetértse meg, és azt kérem tőle, hogy ez egy jó pár hétre volt egyébként a, a műtét után, tehát hogy szerencsé, szerencsére, és akkor itt megint jönnek ezek a véletlenek, amik nem véletlenek. Ugye ott az olimpia miatt ráadásul hetekre leállt a műsor, Egyébként volt helyettesítésem, a váltótársak is dolgoztak, tehát hogy, hogy egy jó öt hét eltelt azért, mire én újra a képernyőre kerültem, de alapvetően nekem az egy olyan pont volt, hogy azt mondtam, hogy jó, most itt vagyunk, és még júniust írunk, de augusztus, nem tudom, harmadikén, negyedikén, ötödikén, én ott fogok állni a kamera előtt. Nyilván, ha bármi olyan történt volna, ami mondjuk orvosilag ezt nem engedi, azt én az alatt abszolút fejet hajtottam volna, de én a mai napig elmondhatatlanul hálás vagyok annak a két orvosnak, dr. Székely Györgyről van szó egyébként, és dr. Mészáros Dávidról, akik, akik engem műtöttek, illetve ők vitték végig az én kezelésemet ott a János kórházban, az idegsebészeten elképesztő mentális segítséget nyújtottak abban, hogy, hogy én ebből jobban vagy jól tudjak kijönni. A nővérekről, akik pedig az egészet ténylegesen 0-24-ben végigcsinálják a betegekkel, arról pedig nem is beszélve. Úgyhogy ott, ott azért sok mindent átértékel az ember, vagy átgondol az ember, amikor ott fekszik azon a kórházi ágyon. Sikerült tartanod a határidőt? Igen, sikerült. Ezért mennyire voltál hálás? Mennyire jellemző az rád, hogy célokat tűzöl, rövid, közép, hosszú távú terveket szövögetsz, és hogyan viszonyulsz ahhoz, amikor ezt sikerül megvalósítani? Meg ahhoz, amikor nem? Amikor nem. Képzeld el, hogy én egyébként nem vagyok szigorú saját magammal nagyon sok olyan embert ismerek, aki, aki ha mondjuk kitűz maga elé egy célt, és akkor azt eléri, akkor már annak nem nagyon tud örülni, mert már a következő ott van, és már a következő ott van, és sosem lehet megnyugodni. Én nagyon örülök a pici célok megvalósulásának, tényleg, tehát hogy, hogy olyan, olyan apró dolgokért tudok rettenetesen hálás lenni, hogy, hogy ma például két kis kutyánk van, és kutyát sétáltattunk a patakparton, és, volt egy pont, ahol szembe jött egy, egy biciklis, és ők rettenetesen kíváncsiak voltak, és át akartak rohanni a másik oldalra, hogy megnézzék. És szóltunk nekik, hogy jöjjenek vissza, és mind a ketten első szóra visszajöttek. És én olyan, boldog, én tényleg olyan boldog voltam, az egész délutánomat feldobta, hogy na, ah, hogy befektetett munka, na, tessék, itt megtérül. Szóval, hogy én szeretem a célokat, szeretem elérni őket. Ez, ez egy nagyon-nagyon jó... Jó dolog volt, hogy ez megvalósult, de én, én, el tudom fogadni azt is, amikor, amikor nem feltétlenül valósulnak meg dolgok. Én, én nekem például a, az egyetemi diplomaszerzésem, az például úgy zajlott, hogy, hogy én befejeztem az egyetemet, és két évvel később írtam meg a diplomamunkámat, és, és államvizsgáztam. Nem esetszerűséggel azért, mert akkora a leterhelést jelentett volna, az akkori munkatempó mellett, amit, amit produkáltam, hogy tudtam, hogy abba valószínűleg vagy a fizikai egészségem is beleretsen, de a mentális az biztosan. És én ott például egész könnyen fel tudtam oldozni saját magamat, és később nagyon hálás voltam saját magamnak azért. Meg a környezetemnek is, hogy senki nem mondta azt, hogy hú, hát ilyet nem lehet csinálni, vagy nem tudom, mert ez egyébként megtartó közeg nélkül nem megy. És amikor amikor visszamentem dolgozni, kérdésedre válaszolva, akkor azért nagyon hálás voltam, hogy vissza tudtam menni, és hogy olyan állapotban voltam, és, és persze fájt, meg, meg kellett ezért könnyebbségeket tenni mondjuk a műsor kapcsán, de az, hogy láttam a környezetemben, a közvetlen kollégáimon, a távolabbi kollégáimon, tényleg mindenkin, hogy ők mindent megtesznek azért, hogy ez a cél megvalósulhasson, és elképesztően figyelmesek és kedvesek voltak. Na, én azért voltam igazán hálás, mert ez egy nagyon-nagyon jó érzés ez volt. Ez egy nagyon nagy dolog, igen. Előbb említetted, hogy olyan alkat vagy, aki a, a kis dolgoknak is tud örülni. Szerinted ez örökletes? Mert hogy képzett pont olvastam egy... Hát egy tanulmányt, egy ilyen ikerkutatási uh -huh. Uh -huh. eredményt azzal kapcsolatosan, hogy a boldogságra való képesség uh -huh. az egyébként örökölhető. Tehát ilyen 30-50 százalékban állítólag azon múlik, hogy hát milyenek voltak a felmenőink uh -huh. neked a, egyébként a családodban. Említetted, hogy Igen. édesanyád Igen. biztos, hogy egy, egy nagyon meghatározó Igen. személyiség, de van még valaki rajta kívül, akitől... Megküzdésből, nehéz élethelyzetekhez való alkalmazkodásból mondjuk példát tudsz meríteni? Édesanyám biztosan, ő egy, 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 egy harcos amazon, <laughs> egy, egy oroszlán, egy olyan tyúkanyó, ami, ami, amit mindenkinek kívánok, hogy legyen az életében. Ő nagyon-nagyon sokat tanított nekem erről, hogy, hogy nehéz helyzetekben hogyan lehet megtalálni a saját erőnket, megtalálni egy pici boldogságot, észrevenni azt a pici boldogságot, ami, 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 egyébként mindig ott van. Édesapám egy végtelenül nyugodt személyiség. Ő nagyon sokat tanította arról, hogy, hogy még mielőtt a pánik vagy a kétségbeesés eluralná az embernek az elméjét, vagy az érzelmeit, akkor azért nyugodtan megállhatunk, vehetünk egy levegőt le lehet ülni egy székre, el lehet gondolkodni, hogy mit kéne csinálni, tehát hogy, hogy, tőle például nagyon, a mai napig nagyon sokszor kérek ilyen szempontból tanácsot, hogy ha van egy helyzet, én, én jóval forrófejű vagyok, mint ő, és sokszor szeretem neki elmondani, mert ő azzal a maga nyugodtságával úgy valahogy úgy át tudja fordítani ezeknek a szituációknak a hevességét. Megküzdésben nagyon sokat tanultam a testvéreimtől, akik, akik minden féle is fajta élethelyzetben voltak, van köztük sportoló, van köztük, aki a vendéglátásban dolgozik, van köztük, aki a mai napig egy nagyon-nagyon felelős, nagyon magas beosztásban a rendőrségnél, tehát hogy, hogy illetve egész pontosan a vízi rendészetnél életeket mentenek. Tehát, hogy, hogy minden, minden, minden helyzetben meg kell tudni állnunk a helyünket, és, megtalálni azokat a pici vényeket, amiken, amiken igenis el lehet indulni, és szerintem, ami a legnagyobb, és lehet, hogy ez egy örökletes dolog, nem vagyok benne biztos, biztosan nem tanulható, az a, az a humor. Tehát, hogyha valaki tud nevetni és tud szituációkban egy picit saját magán, vagy a helyzeten, vagy fel tudja oldani a feszültséget egy kis humorral, szerintem azzal hegyeket lehet a Igen, Az igen, humorérzék is tényleg egy hatalmas talentum. Igen. Hogyha valakinek az, az megadatik, picit visszatérve még a balesetedre, mondtad, hogy sok mindent átértékeltél, utána a munkából visszavettél? Abszolút. Igen, uh -huh. igen. Sokkal könnyebben mondok nemet azóta. Sokszor van olyan helyzet, hogy én egyébként egy szerintem egy, egy, egy viszonylag magas teljesítőképességgel rendelkező ember vagyok, ezt szerintem mindenki tudja magáról, hogy hol vannak azok a határok, és én még azt bőven tudom tologatni. Nagyon sok olyan döntést hoztam az elmúlt években, most már ugye három év eltelt, hogy nem kell feltétlenül azokat a határokat tologatni, nagyon sok szempontból mm, én azt is gondolom, hogy, hogy például a saját magam felé, vagy a saját magam irányába való elfogadásban nagyon sokat segített nekem ez a baleset. Én mindig, tehát nagyon érdekes pont, amikor ugye a oktatói képzésre elmentem, nekem, nekem, nem volt célom, hogy én, hogy én aztán vagy tanítsak, vagy, vagy oktassak, vagy valami. Én azt a feszültséget szerettem volna feloldani, hogy, hogy én imádok sportolni, én imádok mozogni, nekem ez egy lételemem, én enélkül nem, nem tudok normálisan működni, és hogy most nem tudok. És elképesztően frusztrált és dühös voltam, hogy nem megy. Kire voltál, vagy mire? Nagyon jó, hogy az irányba vitted a beszélgetést, mert pont a következő kérdés, ami motoszkált már a fejemben, az a saját testeddel uh -huh. való kapcsolatod. Csú. Tehát, hogy düh dühös voltál dühös a voltam. testedre, hogy akkor mondjuk tehetetlen volt azokban a hetekben, és most utólag egyébként tudsz -e hálát érezni ugyanúgy a testeddel kapcsolatosan, hogy mégis hát így átvészelte, és így felépült? Um, elképesztő utazáson mentünk keresztül, én és a testem, tényleg. A, az első hetekben nem ott nem éreztem dühöt, tehát hogy ott, ott elképesztően hálás voltam egyébként, ha már ez a témánk, hogy, hogy egyben maradt. Tehát, hogy, hogy az előtte lévő hosszú évek, nem tudom, joga gyakorlása, futásai, sport, nem tudom, úszások, bármi, az lehetségesítette, hogy ebből ne legyen nagyobb baj. És, és volt egy olyan alap, ami egy ilyen szélsőségesen kiugró helyzetre jól tudott reagálni. Jó pár hónap eltelt, mire először, amikor én már azt hittem, mert a hétköznapi dolgok már egészen kényelmesen mentek, azt hittem, hogy én akkor most már mindent meg tudok csinálni, és hát nagyon nem így volt. És az volt a legnehezebb, hogy, hogy nem értettem, hogy mi történik. Mert voltak napok, amikor egész jó volt, és, és nem éreztem fájdalmat, le tudtam hajolni, nem tudom, fel tudtam emelni nehéz dolgokat, tudtam futni, stb. stb. És voltak olyan napok, hogy úgy keltem föl reggel az ágyból, hogy, hogy alig bírtam. Ki, kecmeregni egész nap fájt, ha ültem, rossz volt, ha álltam, rossz volt, ha feküdtem még rosszabb volt. Mm -hmm. ez, ez hány héttel a baleset után? Ez már sok, ez, ez már hónapokkal. hónapokkal. Tehát, hogy ez hónapokkal. már az, az ez Ez Nagyon ijesztő lehetett, tett, hogy, hogy ennek, ahogy mondod, mi az oka? Igen borzasztó frusztráló volt. Uh, jártam akkor egy uh, oktatóhoz aki hát rendszeresen végignézte a, az órákon, vagy az órák utáni sírásaimat és ilyen mini összeomlásaimat, mert ami előtte két héttel mondjuk ment, arról nem is beszélve, hogy a baleset előtt ment, mert persze, tehát hogy nyilván, de hogy mondjuk előtte két héttel jól ment, és aznap semmit nem tudtam belőle megcsinálni. És nagyon-nagyon nehéz volt, ő mindig elmondta, hogy türelem, ne várj tőle olyat, ami még nem, Hidd el, eljön majd az ideje. Erősebb lesz, mint valaha. Jó lesz. És én meg mindig ott voltam, hogy de mikor már? Hát, hogy én tornázom, gyógytornázom, minden nap tornázom. Megcsinálom a feladatokat, amiket kell. Amiket mondtak, én azt megcsinálom. Miért nem működik? És um, egy év eltelt, nagyon-nagyon el voltam keseredve, mert ráadásul nem, nem, nem is kevés kiló fel is szaladt rám, amitől nagyon rosszul is éreztem magam, és akkor nyáron jött velem szembe ez, a, ez, az oktatói képzés, és akkor azt mondtam, hogy valamit itt helyre kell hozni, mert valami nem jó. Egyébként küzdesz a kilókkal, ugye, képernyősként. Mennyire frusztrált hogy ahogy mondod, egy-két kiló felszalad? Érdekes, hogy mostanában már ez egy sokkal könnyebb beszélgetés, mint mondjuk, ha ezt öt évvel ezelőtt beszéljük meg, akkor rettenetesen, tehát akkor nagyon-nagyon szenvedtem tőle, hogy, hogy olyan formában legyek amiről én azt gondoltam, hogy az jó lesz, és bár sosem voltam az a típus, aki ilyen gyötrő diétákkal, vagy, vagy bármi mással nagyon sanyargatta volna magát, tehát annál azért, mint említettem, én sokkal-sokkal lustább vagyok, de mindig úgy voltam vele, hogy... Meg szeretsz enni, meg és nagyon, nagyon szeret, jól főzök. És nagyon jól főzök, tehát hogy ráadásul ezek azért így, igen, nem teszik teljesen könnyűvé ezt az utazást. Igazából én, én nekem mindig az volt a nehéz, hogy azt éreztem, hogy a befektetett energia nincsen Egyenes arányban azzal, ami aztán a tükörben visszaköszön. És nem értettem, na, szintén itt van ez, hogy nem értettem, hogy mi a baj, tehát hogy mi, mi, mi nem működik. Sportolok ide, futni járok, ezt csinálom, azt csinálom, azt csinálom, és nem jó, nem jó, valahogy nem az igazi. És ezen például nagyon-nagyon sokat változtatott a, a baleset. Elképesztően hálás vagyok a testemnek, tehát, hogy kibírta hogy megtartott, hogy egyben maradt, hogy, hogy, hogy végigvitt erővel azokon a napokon, amikor nem tudom, ez vagy az nem működött, és hihetetlen tűrőképességről tett tanúbizonyságot, egészen más, hogy állok azóta hozzá. De aztán nagyon kellett nekem az az út, amit azóta bejártam. Nagyon sokat tanultam az étkezésről, nagyon sokat tanultam a hormonokról, nagyon sokat tanultam a nőiségről, nőként a sportról, vagy a mozgásról, vagy, vagy, a mozgás is a sport egyvelegéről, mert azért ezek nem teljesen egymást fedő fogalmak. És, és nagyon érdekes, hogy ahogy lelkileg elkezdődött ez a folyamat, úgy fizikailag is nagyon-nagyon sok változás beállt. Én tényleg merem állítani, hogy, hogy most az elmúlt egy-két évben ha föl is szaladt olykor egy-két kiló, vagy, vagy leszaladt négy-öt, közel sem váltotta ki azt a hatást, mint mondjuk öt vagy tíz évvel ezelőtt, mert nagyon mást látok most már a, a testemen, mint mint mondjuk akkor abban az időszakban. De ez érződik is egyébként. Én Néha, uh -huh. két gyerek mellett, amikor elcsíptem a nyár 24 adását, akkor tényleg azt láttam, hogy jé, ez a nő, ezt ez most sugárzik, és hogy milyen jó formában okay. van. Tehát most például elégedett, vagy nyilván említetted, hogy boldog párkapcsolatban okay. élsz, említetted, hogy mennyire hat a testedre is az, hogy a lelked hogyan van. Most, most jól jó. érzed magad? Most nagyon jó. Nagyon sok aspektusa van annak, hogy az ember szerintem jól legyen. És igen, nagyon kell hozzá a, a biztos hátország. Én egy olyan fantasztikus férfi mellett élek, aki nap-nap aki után nem győz. Egyrészt odafigyelni arra, hogy attól függetlenül, hogy én is jól főzök, de nálunk ő főz, és odafigyelni arra, hogy egészséges és finom ételeket együnk, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan tudjunk létezni, és arról nem is beszélve hogy hogy a nyár 24-ben egy olyan Elképesztően jó csapat van mögöttünk, akik a mi kinézetünkért felelnek, és, és ezen a ponton enged meg, hogy neveket mondjak, mert mert ők tényleg rengeteget hozzá tesznek. Itt Gubán Biborka sminkesről van szó, sminkmesterről van szó, aki nekem egyébként az egyik legjobb barátnőm most már közel tíz éve, úgyhogy, úgyhogy egy picit haza is beszélek, de de fantasztikus, amit ő ott nap nap után. Reggelente ott varázsol belőlünk, és Ordasi Zsolt, aki egyébként a, a csodálatos szettekért, ruhákért felel, mint stylist. Hihetetlen, hogy mennyit számít szerintem az, hogy egy olyan csapat van, akik mellett 100 százalékig biztonságban érezzük magunkat, a lelkünket, testünket egyaránt ápolják és figyelnek ránk és akkor lehet szerintem igazán harmonikusan jól kinézni, amit te is mondasz, hogy ránézel valakire, és nem biztos, hogy meg tudod mondani, hogy egyébként most egy komoly szákesító diétán van túl, vagy nem tudom, valami <laughs> ilyesmit csinált, hanem csak ránézel, és azt mondod, hogy látom, hogy jól van. És ez szerintem ezerszer többet nyomalatban, mint, mint bármi, amit egyébként lehet csinálni. Jó ezt hallani tényleg, hogy, <laughs> hogy most jól vagy most az életed, sok területén, sok mindenért hálás lehetsz. A végéhez közeledünk a beszélgetésnek, pedig nagyon hosszan tudnám még folytatni. Ugye beszéltünk arról, hogy a boldogságra való képességünknek egy része a genetika, hogy mit örököltünk, mit hozunk otthonról, kik vesznek körül minket, ugye milyen mintákat látunk az életünk során, pláne gyerekkorban. Igen. Viszont van egy tudatos része is ennek. Sokan vezetnek hála naplót például. Én is elkezdtem egy ideje, és működik. Nem tudom, hogy Igen. neked... Volt ilyen időszak, amikor tudatosan koncentráltál arra, kicsit amikor már úgy mélyebbre kerültél volna, hogy na ki rángasd magad ebből a, a rosszabb kedélyállapotból azáltal, hogy a jó dolgokra koncentrálsz, a fókuszt Igen. áthelyezed. Én is vezettem hálanaplót egyébként. Mostanában nem csináltam, mert, mert egyszerűen elsodortak az események, de például mi a párommal minden este megbeszéljük, hogy ez miért volt egy jó nap. És ezt azokon a napokon is megbeszéljük, amikor borzalmasan rossz napunk volt, vagy valamiért nagyon De nehéz volt. De akkor is volt. lehet találni, ugye? De mindig mindig valamit. lehet valamit Jó. találni. Én ide szoktam hozni példának a kiskutyáinkat, akik hatalmas tükröt tudnak tartani ebből az embernek. Hihetetlen, hogy ő nekik nincs olyan, hogy, hogy amikor mondjuk meglátnak minket, akkor akkor ne ugyanazzal a lelkesedéssel és ugyanazzal a szerelmes tekintettel várjanak minket haza, vagy ne úgy örüljenek. Igazán tanulhatnánk tőlük nagyon sok mindenben, vagy én legalábbis próbálok is tanulni tőlük, mert hihetetlen, hogy a, hogy a jelen pillanatban levésnek a tudománya az mennyire meg tudja változtatni. Ő nem aggódik azon, hogy holnap mi lesz, hogy tegnap mi volt. Most megyünk sétálni, vagy nem megyünk sétálni, és ha megyünk, akkor Igen. az egy nagyon jó dolog. És, a kisgyerekek is ilyenek nekem. És most é... a pici három lesz. Három... És pont hát akkor igen. igen. Én tőle tanulok most rengeteget ezen a téren, igen. Nagyon sokszor szerintem a hozzáállásunkon múlik. Tehát, hogy akarjuk-e meglátni azt a pozitív dolgot, és talán a beszélgetés elején ugye szóba került, és mondtam is, hogy, hogy itt most nem arról beszélek, hogy mindent csomagoljunk egy ilyen cukormázas, csörgőpapíros boldogságba. Igen, ez toxikus pozitivitás, toxikus azt hiszem, ez a, ugye, ez a, a pontos, meghatározás. És lássuk be, hogy azért e mögött, tényleg van, 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 valami, tehát hogy nem lehet ám minden helyzetre erőszakkal ráhúzni, hogy, hogy de hát ez csodálatos, hát ez fantasztikus. Hát most miről beszélsz, hát ne viccelj. de, de ugyanakkor arra szerintem tudatosan kellene figyelnünk, hogy, hogy igenis keressük meg azokat a pici dolgokat, amikből a boldogság összetevődik. Mert a boldogság az nem egy ilyen, vagy legalábbis én saját magamból kiindulva, én azt nem egy ilyen nagy dolognak látom, ami így egyszer csak elérjük, és akkor ott vagyunk benne, és úgy vagyunk, hanem az ilyen nagyon-nagyon sok pici-pici dologból tevődik össze. És hogyha sok-sok ilyen pici-pici dolog van, akkor igazából úgy áll össze ez az egész, hogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy akkor én, én hálás vagyok azért az életért, amit élhetek, mert rengeteg jó dolog van benne. Köszönöm szépen, ez végszónak is egyébként tökéletes volt, és én szívből kívánom, hogy ilyen apró pici örömökkel és tarkított legyen az élet, illetve nagyobb tervek beteljesüléséhez is kívánok sok sikert. Én nagyon örülök, hogy itt voltál a ma esti hálanaplón, biztos, hogy beveszem azt, hogy beszélgethettünk. Köszönöm én is a beszélgetést, nagyon jól éreztem magam. Örülök neki, a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, korábbi műsorainkat megtalálják a népszerű podcast applikációkban,